Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a podcastimon, és átadnám a szót Bognár Amáliának. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Bognár Amália vagyok, magyar történelem szakos tanár, és jelenleg a Mobility Győr Digitális Élményközpont szakmai vezetője. Hogyha megengeditek, akkor erről majd a végén egy kicsit részletesebben is beszélnék. A témánk az, hogy hogyan lehet programozni digitális eszközök nélkül. Magyar szakos tanárként, és ugye történelem órán is sokszor rádöbbentem arra, hogy milyen nehéz, hogyha nem jutok be az informatika terembe, megoldanom azt, hogy digitálisan dolgozzunk. Illetve milyen nehéz akkor, hogyha ott vannak az okostelefonok, illetve a táblagépek, de mondjuk nincsen internet. Ezért fontosnak tartottam, hogy olyan feladatokat keresek, amivel az algoritmikus gondolkodást tudom fejleszteni, és ez egy nagyon jó lépés lesz azelőtt, mielőtt esetlegesen robotok elé kerülnek a gyerekek. Úgy építettem fel a webináriumot, hogy az első két ilyen az algoritmikus gondolkodásról ejtenék néhány szót, utána pedig jönnének a feladatok. Természetesen ezeket az ötleteket úgy találtam én is interneten, és a forrásokat jelöltem is. Ezeket a weboldalakat szíves figyelmetekbe ajánlom, mert nagyon jó ötletek találhatóak még azon kívül is, amit én itt be fogok mutatni nektek. Az algoritmikus gondolkodásról néhány gondolat Szántó Sándor munkáját használtam fel. Ugye a hétköznapok során nagyon sok mindent végrehajtunk, különböző feladatokat, erre már van egy folyamatunk, tudjuk már, hiszen automatikussá vált, hogy mi történik akkor, hogyha felkelek és elindulok az iskolába vagy a munkahelyemre. Tehát ezek ugye rögzültek. Hát olyan műveletek sorrendjéről beszélek, ahol nagyon fontos a logikus sorrend, fontos a tervszerűség, az, hogy önkontrollt végezzek, illetve valamilyen szinten az algoritmikus gondolkodással sikerélményhez is jussak, hiszen meg tudok oldani egy feladatot, vagy éppen egy adott problémát. És nagyon fontos az is, hogy rádöbbentsük a gyerekeket arra, hogy ezek a folyamatok más helyzetben is alkalmazhatóak, sőt, bővíthetőek is. Szántó Sándor négy szintet határoz meg munkájában, ami szerint az algoritmikus gondolkodás fejleszthető. Ezek a szintek az elemi művelet, a feladatmegoldó rutinok, eljárások és a probléma megoldási stratégiák. A munkájában azt írja, hogy az első két szintet azt általában mindenki el tudja sajátítani. Eljárások a K, ezek már általában az átlagos gyerekeknél figyelhető meg, illetve a probléma megoldási stratégiák a tehetséges gyerekeknél alakul ki. Hát aztán ezzel lehet egyetérteni természetesen, és lehet vitatkozni is. Én ezt nem tenném meg. Azt is állítja, hogy ezek a szintek nem mosódnak, tehát nincsenek éles határok, és összemosódnak. Vannak olyan feltételek, amiknek meg kell valósulnia. Igenis, helyet kell adnunk a gyakorlásnak. Ő kiemeli azt, hogy az algoritmikus gondolkodás fejlesztése nem akkor lesz jó, hogyha ugyanazt a feladatot gyakoroltatom esetlegesen 5-10-szer, 100-szor, hanem kellő időt és teret adok ahhoz, hogy az adott feladatot megoldja, és más helyzetekben is kipróbálja. És akkor már el is érkezünk a 21. századi képességekhez, ugye a valós problémák megoldásához, hogy olyan feladatokat adunk a diákoknak, ahol tényleg valós probléma elé állítjuk őket, és szabadon tervezhetnek, kísérletezhetnek, értékelhetik az adott helyzetet, és ennek alapján különböző folyamatokat építhetnek ki. Azt is mondja, hogy a pedagógus akkor egy nagy hibát, hogyha kész folyamatokat, műveleti sorrendeket ad a gyerkőcök kezébe, és elveszi tőlük azt az élményt, hogy maguk találják ezt ki. Én úgy gondolom, hogy azok a feladatok, amiket bemutatok nektek, elősegítik azt, hogy ez az algoritmikus gondolkodás fejlődjön. Na most a gyógypedagógusok a fejlesztő és rehabórákon hasonló feladatot végeznek el, hiszen az orientációs képességeken belül ugye térirányt fejlesztenek, a kognitív képességeken belül gondolkodási műveleteket, így az algoritmikus gondolkodást is. Tehát én úgy gondolom, hogy nekik sok
feladatismerős lesz. De nézzük akkor a feladatokat. Amikor az algoritmikus gondolkodásról beszélünk a gyerekeknek, hogy egyáltalán mi történik akkor, amikor egy folyamatot felépítünk, akkor általában a szakirodalom ilyen példákat hoz, és ilyeneket kérdez a gyerkőztől, hogy szokott-e az anyukát sütni? Ha igen, akkor sütöttél-e már vele? Mi alapján süt? Használ-e receptet? Receptben milyen elemeket használ föl? Volt-e már olyan, hogy kihagyott valamit? Mi lett ennek a végeredménye? Volt-e olyan, hogy hozzátett valamilyen alkotórészt? És akkor mi történt a süteménnyel? Amikor robotokkal kerülnek kapcsolatba a gyerekek, akkor nagyon nehezen értik meg azt, hogy a robot nem gondolkodik. Tehát minden egyes lépést meg kell mondanom neki, utasítanom kell arra, hogy azt végrehajtsa. Erre is van a szakirodalomban egy jó példa, amikor is ugye mondom a robotnak, hogy menjen oda az ajtóhoz, és lépjen be a házba. Igen ám, de kihagyom azt a részt, hogy nyissa ki az ajtót, és akkor ugye hát a robot nem jut be. Rengeteg ilyen példa található, amivel nagyon könnyedén elmagyarázható a gyerekeknek, hogy mit is jelent ez az algoritmikus gondolkodás, mi történik akkor, amikor programozom. Az első csoportban olyan feladatokat kerestem, ahol a gyerekek mozoghatnak, miközben programoznak. A képen látható, hogy az anyuka a robot, a gyerkőc a programozó, egy 6x6-os kis pályát rajzoltak föl aszfaltkrétával, és bejelölték azokat a helyeket, ahova a robotokat el kell juttatni, és ha oda eljutottak, akkor hát főleg nyári időben, tavasz végén nagyon jó, hogy a vízipisztolyt is használhatjuk, és a programozó lelőheti a robotot. Ennek a játéknak ugye az alapja az, hogy ilyen utasításokat mond a programozó, hogy menj előre egyet, lépj előre kettőt, fordulj jobbra, fordulj balra. Ugye nagyon fontos itt is megemlíteni azt, hogy a gyerekekbe tudatosítani kell azt, hogy amikor jobbra vagy balra fordul a robot, akkor nem lép. Nehezíthetjük is ezt a játékot azzal, hogy egy egész teljes sorozatot kell megadni a programozónak. Hogyha gyerkőc a robot, akkor ott ugye az emlékezetet, a memóriát is fejlesztjük, hiszen ezt a programsort meg kell jegyeznie, és úgy kell végrehajtania. A pályát használhatjuk úgy is, hogy a bejelölt négyzetek nem a robot helyét mutatják meg, hanem mondjuk vulkánként működnek, és amikor esetlegesen rálép, tehát el kell kerülni ezt az akadályt, ha esetlegesen rálép, akkor locsoljuk be vízzel, hiszen nem akarjuk, hogy kigyulladjon. Itt is a dia alján látható az a forrás, ahonnan én ezt a játékot hoztam nektek, érdemes majd megnézni. Aztán a labirintus. A labirintus nagyon-nagyon jó, hiszen itt is irányíthatom a résztvevőket, itt is van egy programozó, van egy robot, és nem véletlen, hogy például itt a pálya a legóból van kirakva. Akinek gyerkőce van és legózott, az tudja, hogy milyen kellemes élmény a szőnyegen hagyott legóra rálépni. A játék egy kicsit ezt használja fel, mert hogy bekötjük a robot szemét, persze előtte megbeszéljük azt, hogy amikor lépni kell, mekkora lépést kell tennie, csiga lépésbe vagy óriás lépést tesz, milyen irányba kell majd fordulnia, melyik a jobb vagy bal keze, piciknél érdemes a bal kezet megjelölni, esetlegesen szallaggal, hiszen azt megfogja, ha bekötjük a szemét és meg tudja tapogatni. Itt is lehet egy alap, amikor elmondom lépésről lépésre, hogy merre haradjon, megjegyezheti a teljes sorozatot is. Ha az udvaron akarom esetlegesen ezt játszani, akkor természetesen ott nem a legót fogom szétszórni, hanem olyan elemeket használok, amire ha rálép, akkor a robot érzi azt, hogy rossz irányban van, akár tobozokat, kavicsokat, különböző kis magvakat is összegyűjthetünk ehhez. Így, hogyha kint használjuk, akár a környezeti nevelése is összeköthetjük, hiszen hogyha egy túrát tettünk, vagy tettünk a természetben egy sétát, akkor felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy akkor most lehet olyan kis eszközöket gyűjteni a programozáshoz, amelyek majd hasznossá válnak. Ugyanezt a szisztémát használja a következő feladat. A4-es lapokra van szükség, hogyha bent játszunk, és a kincses ládát kell elérnie a robotunknak.
A programozó látja a kincses ládát, itt is megjelenhet az, hogy teljes sorozatot mond, vagy lépésről lépésre halad, ez életkortól is függ, attól függ, hogy mit akarunk elérni, mi a célunk. Illetve van olyan is, amikor egyszer megmutatjuk, hogy hol van a kincses láda, vagy több kincses láda, és akkor a programozónak még emlékeznie is kell arra, hogy merre irányítsa az ő robotját. Itt is látható a forrás, ez már egy újabb weboldal. No. A programozás során találkozunk egy olyan függvénnyel, egy olyan mondattal, hogy ha, akkor, illetve ha, akkor különben. Ha leültetjük a gyerekeket az asztal mögé, és elkezdünk erről beszélni, akkor nem biztos, hogy meg fogják érteni, főleg, hogyha kicsikről van szó, de különböző mozgással, különböző eszközökkel, akár fénykarikákkal, alakzatokkal, képekkel, ez nagyon könnyen begyakorolható, és hivatkozhatunk ezekre a mozdulatsorokra akkor, amikor már tényleg esetlegesen robotot programozunk. Ugye emlékeztek-e arra, hogy mit, hogyan oldottuk meg ezt a mondatot? Tehát ez azt jelenti, mi úgy szoktuk a központban játszani, hogy amikor bemutatom a játékot, akkor én vagyok a programozó, a gyerekek a robotok. Van egy olyan fajtája, amikor sötét van, és fénykarikákat lehet letenni, és akkor mondjuk azt, hogy ha azt mondja a programozó, hogy zöld, akkor a robotoknak a zöld karikába kell lépnie. Ha ezt továbbfejlesztetem azzal is, hogy tapsolok, tehát hogyha a programozó egyet tapsol, akkor lépje zöld karikába, ha kettőt tapsol, akkor egy másik színre. Ezután jön ugye a ha, akkor különben mondat, és a mozgás során ez is úgy történik, hogy, ja, és természetesen, amikor már begyakoroltuk egyszer, akkor nem mindig én vagyok a programozó, hanem a gyerekek is ebbe a szerepbe léphetnek, és én is robot leszek, és irányíthatnak engem is. A következő dián van két kép, talán jobban látszik, ez egy kis részlet a központunkból. A babzsákokat ugyan félretettük, mert hogy szakkör előtt harmadik-negyedik osztályosokkal ezt a ha akkor különben mondatot gyakoroltuk. Itt már az látható, hogy ők a programozók, és az első képen az volt, hogy ha ő felemeli a jobb kezét, akkor mi leülünk, ha különben elkezdünk egy lábon ugrálni. És itt az első képen az látható, hogy ugye a térdét fogta meg, tehát itt már a különben utasítást kellett a robotoknak végrehajtania. Második képen szintén a különben rész látható, tehát mit kell tennünk akkor, amikor ő megfogja a vállát, hiszen az utasítása szerint, ha ő leül, akkor nekünk állva kell maradni, különben le kell feküdnünk a padlóra, úgyhogy ezt is szívesen megtették. Azért is szeretem ezeket a játékokat, mert akkor egy kicsit megvan az a hatása is, hogy a minimálisat is, de mozgunk és programozunk. Tehát, hogy nem lehet egyszerre azt mondani, hogy aki programozik, az csak gép előtt ül és keveset mozog. Illetve ennek a mondatnak, ezeknek a mondatoknak a begyakorlására nagyon-nagyon jó. Voltak nálunk elsősök, másodikasok is most szeptemberben. Hát ugye az elsősök nem tudnak számolni, írni, olvasni. Tehát olyan dolgot kellett kitalálnom, ami náluk is működik. A szőnyegre kis x-eket, pluszjeleket, ki minek látja, ragasztottunk. Így mindenkinek megvolt a helye. Tehát próbáltuk a balesetmentes mozgást is biztosítani, mert ők nagyon-nagyon sokan voltak. Képeket ragasztottunk le a földre. Mindegyikből kettő, tehát mondjuk volt két béka, két kutya, két repülő, két fehér pont, két piros autó, és akkor ugyanezt a mondatot használtuk, hogy ha a programozó felemeli a kezét, akkor a robotok elmennek a békához. És ugye mivel kettő volt mindegyikből, ezért nem kellett mindenkinek egy helyre mennie, nagyon szépen megoldották ezt, és nagyon hamar megértették, ami nagyon érdekes, főleg a ha, akkor különben mondatnál, mert hogy az nehéz. A következő egységben olyan játékokat mutatnék, feladatokat mutatnék, ahol tárgyakat kell mozgatni. Ugye egyre jobban közeledünk a kézzel fogható robotok felé.
Az első képen látható, hogy kártyacsomagot használtak fel a pálya kiépítéséhez, és tényleg, hogyha valaki otthon akarja gyakorolni ezt a gyerkőcével, és még nem is a programozására fejében, hanem tényleg azt, hogy a térirány fejlesztése is meglegyen, tehát el tudjon igazodni a térben, tudja, hogy melyik a jobb bal keze, akkor is nagyon jó, hiszen az ott lévő játékokat betehetjük akadálynak, megvan a kis autónk, akiknek el kell jutni a célban. Természetesen itt is hasonló a menet, menjen előre ennyit, forduljon balra, jobbra, itt is meg lehet jelölni akár a kisgyerek kezén a bal kézt, hogy tudja, hogy merre is kell akkor fordulni. És ugye hát ő rakosgatja az autót, az akadályokat, mindig új pályát lehet felállítani. A másik képen ugyanez látható, szuperhősökkel és Lego akadályukkal, azzal a különbséggel, hogy itt már kis cetlikre az irányokat lerajzoljuk, tehát már nem hangutasítás után, hanem kép után mozognak a bábú, akár mint egy társasjáték többen is játszhatják ezt. Itt például azt írták, hogy az a cél, hogy minél több azonos színű Lego darabot megszerezzenek, de az akár lehet akadály is. Az egyik kedvencem azonban ez a játék, ez a pohárvár, én ennek neveztem el. Ugye ezek külföldi weboldalak, tehát lehet majd csemegézni rajtuk. Ennek az a lényege, hogy veszek egy csomó műanyag poharat, és megpróbálom utasítások szerint, nyilak szerint kirakni, illetve pohárvárat építeni belőle. Látható, hogy milyen lépései vannak ennek. A nulla lépés az, hogy egymásra teszem a poharakat, ez lesz az a rész, ahonnan már mindig leemelek egyet, és nyilakkal jelzem, hogy mi történik. Ugye az első nyíl azt mutatja, hogy ebből a stócból én leveszek egyet, majd lépek kettőt, a képen jól látható, hogy melyik az első lépés és mi a második, majd utána van egy lefele mutató nyíl, ami annyit jelent, hogy a pohár szájával lefele tegyem le a poharat, majd ugye lépjek vissza kettőt, hiszen vissza kell mennem a nulladik lépéshez, amikor is újra ott vagyok a stósznál, hogy egy újabbat le tudjak emelni róla. Aztán jön a négy lépés. Ez is érdekes, hogy miért nem három, tehát a negyedik lépés, ahol megint lefordítom a poharat, majd újra visszalépek a stóchoz, és hogy honnan tudom, hogy nekem most már egy következő szintet, emeletet kell építenem, az pont a lépésből jön ki, és ezért van szükség a harmadik lépésre, hiszen ott látható, hogy oda másképp nem tudok elhelyezni poharat, csak úgy, hogyha egymásra teszem. Ha az első képet megnézem, akkor ott látható, hogy a második szintet már úgy építették, hogy a pohár szája fönt van, majd lent, és ez váltakozik. Ugye ezt a nyilakkal jelzem, hogy mikor, hogyan szeretném letetetni a poharat. Készíthetek nyilakat, amivel egymást, tehát mondjuk az egyik gyerek kódolja a másiknak, és ő végrehajtja, vagy én kódolom, és a gyerkőc végrehajtja, és nem igényel sok eszközt, és nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen felhasználható. Lehet olyat is tenni, hogy fordítok az egészen, tehát készítek egy csomó olyan képet, ahol már állnak a pohár várak, és azt kérem, hogy a gyerkőc akkor írja le a kócsort a nyilakkal, hogy hogyan is készült az el. Itt is látható a weboldal. Ezt is érdemes megnézni. Ez is nagy kedvencemmé vált. Ez egy lengyel kolléganő oldala, iszonyú jó feladatokkal. Hát eleve a színes poharak ugye a már látványnak is nagyon jól mutatnak, de nagyon fejlesztő is. Ő többféle módon használja ezt a játékot. Tehát például különböző pályákat készíthetünk picikkel, 3x3-asat, aztán lehet 5x5-öset, 8x8-asat, 10x10-eset. A lényeg az, hogy amikor leteszem a poharakat, akkor különböző feltételeket határozok meg. Például azt mondom, hogy a sárga pohár nem szereti a pirosat és a zöldet, tehát amikor fölhelyezem a pályára a poharakat, akkor ezt figyelembe kell vennem, tehát ők nem kerülhetnek egymás mellé. De például mondhatom azt, hogy a kék szereti a lilát, tehát különböző dolgokat lehet ehhez kitalálni. Mindenképpen egy négyzetet szabadon kell hagynom, hiszen lépegetni kell. Mert hogy a feladat az, hogy azonos színűeket egy sorba kell rendezni.
és tehát lehet logikázni, hogy mikor mivel lépek, hogy az apuhár a saját sorába kerüljön. Aztán van egy olyan változata is ennek, egy hatalmas nagy szőnyeget készített, egy koordinátarendszert, és úgy kell elképzelni, mint a torpedót, tehát voltak, a felső sorban voltak számok, hát vízszintesen, függőlegesen pedig betűk, és akkor például olyat láttam nála, hogy szótagokat tett a pályára, és a gyerekeknek kódokat mondott, tehát például azt mondta, hogy A1 és G8, és akkor a szótagot össze kellett olvasnia. Tehát ez mondjuk ugye alsó tagozatban olvasás gyakorlásánál vagy tanulásánál is nagyon jó lehet, illetve felsőben lehet úgy megoldani, hát én magyar példát hozok, magyar órához kapcsolódó példát, hogy a koordinátarendszerben, ebben a torpedóhoz hasonló koordinátarendszerben különböző szófajú szavakat helyezett el, főneveket, igét, névelőt, és akkor a gyerekeknek meg kellett mondania, hogy melyik koordinátánál, melyik ponton található például főnév, és akkor mondta, hogy A8, B10, ugye attól függően, hogy mekkora volt ez a koordinátarendszer. Tehát nagyon sok mindent lehet ezzel gyakorolni, és benne van az algoritmikus gondolkodás is. És akkor én már kódoltam valamilyen szinten magyar órán. Az ő oldalát nagyon-nagyon ajánlom a figyelmetekben, tényleg kedvencemmé vált. És akkor jönnek a bináris számok. Na most két lehetőség van. Hogyha a bináris számrendszert szeretném megtanítani valamilyen szinten, nem elvéve az informatika óráról, akkor az első képen látható, hogy a helyi értékeket, a bináris számrendszer helyi értékeit egy-egy lapra ráírom, tehát az 1-es, 2-es, 4-es, 8-as, 16-osat, és akkor mindig fölfordítok belőle, és meg kell mondani, hogy hányas számról van szó. De amit én nem informatikusként használtam már, és tehát találtam hozzá újabb ötleteket, tavaly a kódolás hetének alkalmával már mutattam nektek ezt a módszert, de mivel ehhez sem kell digitális eszköz, ezért szeretném most is elmondani, hogy hogyan működik. Ugye az ESCII rendszert használva megvan az angol ABC, ami mellett ott vannak a bináris számok, és kódolni tudok. Mi Legóval tettük ezt, a központban is van egy ilyen kis falunk, ahol az egyes számot egy szín jelölt, az egyik szín jelölt, a nullát egy másik szín, és akkor ennek alapján kellett Legóból kirakni az adott betűt, amiből összeállhatott egy szó. Ennek egy változata a gyöngyfűzésből is, gyöngyfűzése is ugyanígy meg lehet ezt tenni, illetve akár sólészgyurmából, rendes gyurmából karkotőként fel lehet fűzni mondjuk a gyerkőc nevét. Azért van itt a képen három szín, mert a szóközöket így jelölték. De megvolt itt is ugye az egyesnek a színe, és a nullásnak is a színe. Hogyha még egyszerűbb dolgot és módon szeretném ezt megoldani, akkor akár vehetem a smiley-t, és a mosolygó smiley az egyes, a szomorú smiley a nulla, és akkor így is kódolhatok, de itt a képen több lehetőség is van erre, tehát ezt mutatja akár nyilakkal. Itt is megjelöltem az oldalt, ezt is érdemes nézni. Amikor készültem erre a webináriumra, akkor ugye annyi kód sort, meg annyi féle feladatot láttam, hogy úgy gondoltam, hogy nekem kell egy saját, és én nagyon szeretem a Legót, mert szerintem az egyik legjobb játék, és ezt nem is lehet megunni még felnőttként sem, és hogy mi lenne, hogyha nem egy képeskönyv alapján építenénk házat, vagy bármit a Legóból, hanem kódok alapján, és ennek ezt a gondolatot követve alakult ki a saját kódrendszerem. Nagyon-nagyon egyszerű, két fajtája van, egy ilyen kis bevezető. Ugye nem nehéz kitalálni, hogy a betű, meg hát ugye fölötte van a kép is, a betű az a Lego színét jelöli, a kettes és a négyes szám pedig azt, hogy milyen széles és milyen hosszú az a Lego, amit ki kell választani a kupacból, illetve a nyíl jelöli azt, hogy milyen irányba tegyük le. Ezt követtem itt végig ezen a soron, és következő képen azonban már az látható a második sorban, hogy hát ugye én nem csak egy szintet szeretnék építeni, hanem akár egy egész házat is, hogyan fogom egymásra tenni ezeket az elemeket. Második sorban láthatjátok, hogy ugyanúgy megjelöltem a betűvel a Lego színét, illetve azt, hogy milyen széles, milyen hosszú az a Lego elem, amit ki kell választani,
Illetve a nyíl alá már odaírtam egy, szintén egy betűt, ami azt jelölte, hogy melyik már meglévő színű legóra kell rátenni. Természetesen, hogyha már több van abból a színből, akkor erre ki kell találni még valamilyen jelzést. A második kis cetlin a második sorban látható, hogy ott a nyíl alatt egy betű és egy szám is van, mert hogy a számmal jelöltem meg azt a helyet, amelyre rá kellett tenni a szürke színű elemet. Ugye a szürke színű elem 2 széles és 4 hosszú, és a zöld színű elemre kell rátenni, méghozzá a harmadik pontjára. És amikor ezt megmutattam a kollégáimnak, akkor természetesen hát informatikusról és matematika tanáról volt szó, egyszer mondták, hogy igen ám, de ezt azon nyomban bővítsük, természetesen koordináta rendszerre, X és Y tengelyre, mert hogy ha már ismeri, mondjuk 5. osztály évvégétől a koordináta rendszert, akkor ezzel is nagyon jól lehet gyakorolni. Úgy változott a kódsor, hogy megmaradt a szín, amit a szín kezdőbetűjével jelöltünk meg, illetve azt mondtuk, hogy az irányát már nem nyilakkal fogjuk megmutatni, hanem azzal, hogy koordináta rendszerben melyik tengelyen kell és hogyan állnia, és ez egyben megmutatta azt is, hogy melyik elemet kell kivennie. Tehát az X tengelyen kellett lennie a sárga elemnek a két pötyből álló részének, tehát ez megmutatta, hogy ez a LEGO elem, ez most az Y tengelyen fog állni a 4 pont hosszan. Ezt is bővítettük, hogy akkor itt is legyen egy következő szint. Itt azonban már ugyanazt a gondolatsort követtük, hogy megtartjuk a nyilat, hogy most már egy szinttel feljebb kell menni, illetve megtartottuk azt is, hogy például a kék 2x2-es elemnek a sárga harmadik pontjához kell csatlakoznia. Úgyhogy ezzel lehet agyalgatni, lehet gondolkodni, tényleg saját kódrendszert kialakítani, amivel nagyon sok minden elérhető. Tényleg az a kérdés mindig csak, hogy mi a cél, mi az, amit gyakoroltatni szeretnék, mit akarok elérnie. A kod.org-on természetesen nagyon sok ötlet van még, én egyet hoztam. Ez egy rajzolós. Egy négyzetrácsos füzetben is nagyon könnyedén megoldható. Itt is szintén nyilak azok, amik irányítanak, illetve van egy ilyen kis firkálós vonal, ami azt jelenti, hogy azt a négyzetet, ahova ezt rajzoljuk, az be kell satírozni, színezni. És amiért tetszett ez nekem, nem csak azért, mert kijött egy kép a végén természetesen, hanem volt, tovább is fejlesztették ezt is, tehát az utolsó képen látható, hogy számmal jelölték azt, amikor egy lépés ismétlődött. És ugye ez a programozás szempontjából egy nagyon fontos dolog, hogy nem biztos, hogy mindig ki kell tennem ugyanazt, hiszen van egy olyan elemem, amivel meg tudom ezt tenni, hogy az a sor ismétlődjön. A második része, ugye a rajzolj bináris számokkal, ezt a tavalyi kódolás hetén használtuk a suliban, ahol egy versenyt hirdettünk, és az egyik verseny feladata ez volt. Az első kis mosolygó smiley látszik, hogy hogyan is működik. Egy 8x8-as négyzetrácsról van szó, ahol bejelöltük a bináris számrendszer helyi értékeit. Az első 4 jelentette az első számot, ugye ez az elsősorban a 7-es volt. A második 4 helyi érték pedig a második számot. És az volt a lényeg, hogy úgy kellett színezniük a négyzeteket, hogy a 7-es számnak az értéke kijöjjön. A második számnál pedig ugye a 14-esé, és akkor így jöttek ezek így lefelé sorban. Nagyon gyorsan megoldották, természetesen aki is, mert már a bináris számokat annak könnyebb dolga volt, kisebbeknek ezt nagyon szépen el kellett magyarázni, hogy hogyan is jön ki, de mivel a végén kijött egy kép, ezért nekik is nagyon tetszett. A nyilak után jöhet maga a programnyelv. Ezt is lehet digitális eszköz nélkül. Én, ugye, ahogy említettem, a magyar óráim miatt kényszerültem többször is arra, hogy azon gondolkodjak, hogy hogyan is oldom meg, hogy itt a kódolás hete, és programozni szeretnék magyar órán, de természetesen a tananyaggal is szeretnék haladni, illetve össze szeretném azzal kapcsolni.
És itt is utalok egy tavalyi példára, amikor is mesét programoztunk. A mese szereplőknek a mese alapján leírtuk a program sorát, azt, hogy mit csinál, mit mond, és ezt a diákok le is játszották. Ott is nehéz volt megérteni ők, hogy a robot nem gondolkodik, de tényleg csak azt hajtatják végre, amire utasítást kaptak. A másik kép a nagyobb, ez a központban található, ez is mozgásos feladat, ahol azonban már nem hangutasításokat követnek, hanem megkapják és angolul az elemeket. Ugye említettem, hogy leragasztottunk mini kis X-eket, tuszjeleket, de hívhatjuk akár mini kis koordináta rendszernek. Nagyon szépen el lehetett magyarázni az alsósoknak is, pedig nem tanultak róla, hogy melyik vonalat minek nevezték el, melyik az XY-tenger, mit jelent az, hogy ötöt lépek, mekkora az a lépés, amikor én ezt majd le fogom lépni, mint élő robot, mennyi az a 90 fok, amit fordulnom kell, illetve az első alkalommal az, hogy várjunk 2 másodpercig, ezt nem tettük bele, a második alkalommal igen, tehát mi történik akkor, melyik ponton kell várnom 2 másodpercet. Erről hoztam is egy kis gifet, animációt, ahol nagyon szépen látszik, hogy majdnem mindenkinek sikerült visszaérni a kiinduló ponthoz a programsort követve. Ezek voltak azok a feladatok, amikor ugye arra gondoltam, hogy mit is lehetne csinálni digitális eszközök nélkül, de természetesen van egy következő lépés, és hogyha nincsenek olyan eszközeink, akár még egy kis méhecskén sincs, akkor a táblagépek és az okostelefonokon rengeteg olyan applikáció van, ami ezt a gondolatmenetet követi, amit az általam említett feladatok is, tehát nyilakkal irányítok valamit, és például az első nagyon-nagyon tetszett, ez egy magyar fejlesztés programozás gyerekeknek, ahol egy robot az aksiát kergeti, vagy azt kell elérnie, és itt is nyilakkal mutatom meg neki, hogy hova kell eljutnia. Nagyon jó, mert 3 szint van, egy-egy szinten nagyon-nagyon sok pálya, amit végre kell hajtani, természetesen nehézségi fokok találhatóak benne. Aztán ehhez hasonló ugye a Lightbot, illetve a Kodi. Nagyon tetszett ez a kis pingvin itt lent, akinél nem csak azt kell mondani, hogy merre menjen, hanem kis érmét kell elkapnia, tehát mindig van benne egy ugráló parancs. Illetve a másik, ami nagyon-nagyon jó, az pedig ilyen kis kincsvadászatszerű, ahol kis drágaköveket kell összegyűjteni az emberkénknek. Érdemes kipróbálni mindegyiket. Ingyenesek, tehát ingyenesen letölthetőek. A Scratch Junior szerintem nem kell bemutatnom, ezt is előszeretettel használtuk foglalkozáson már piciknél. Találtam ehhez is egy olyan ötletet, ahol például tátikát lehet készíteni hozzá, legalábbis mi így hívjuk, vagy nyitogatós játék. Tudjátok, papírból lehet hajtogatni egy olyan kis szerkentyűt, amit a hüvelykujjamra, mindkét hüvelykujjamra és a mutatóujjamra teszek rá, és elkezdem mozgatni. A gyerekek általában kis színes pöttyöt ragasztanak bele, és ha felnyitom, akkor ott van alatta vagy mondat, vagy egy kis ábra, és a Scratch Juniorban ez úgy működik, hogy a Scratch Juniorból kivettek szereplőket, őket megmozgatják ugye az ujjukkal a tátikával, és kiválasztanak egy szereplőt, és ha felnyitom a szereplőt, akkor alatta ott van a Scratch Junior elemeivel egy apró kis kódsor, amit ha bevisznek a táblagépen keresztül ugye a programba, akkor ki is próbálhatják, megnézhetik, hogy mi történt. Tehát, hogy ez is lehet egy kicsit, ezt is össze lehet kapcsolni nem digitális eszközzel. A Dóra kérdezte, hogy melyik-melyik. Pirossal odaírtam a neveket. Ez az elsőnek, ez a neve, tehát tényleg ez a neve, hogy programozás gyerekeknek, tehát így lehet megtalálni a Play áruházban. A többinek is úgy gondolom, hogy látható, a Kodit is odaírtam, úgyhogy talán. Na és persze, hogy ki ne maradjon az Ümi. Ugye ezt már hál' Istennek nagyon sokan, vagy egyre többen ismerik, és ez a folyamat, amit ezekkel a feladatokkal, digitális eszközök nélkül kipróbáltunk, az Ümivel nagyon szépen lepróbálható pályaépítéssel,
különböző feladatokkal, nagyon-nagyon sok tantárgyhoz, tehát minden tantárgyhoz szinte összekapcsolható az, amit esetlegesen fel akarok vele dolgozni, úgyhogy van tovább lépés, és hogyha mindezeket jól begyakoroltuk, akkor természetesen jöhetnek a komolyabb robotok, jöhet a blokk alapú programozás, vagy a még komolyabb. Én ennyire gondoltam, de szeretném elmondani nektek, hogy a kódolás hetére a mi központunk is készült, méghozzá két ajánlattal, az egyik az a győri iskoláknak szól, de a másik egy verseny, méghozzá egy kódulásos verseny. Ez azt jelenti, hogy aki regisztrál nálunk, az feladatokat fog kapni, méghozzá 8-án-tól 12-ig, ha jól emlékszem, tehát 5 napon keresztül osztályt lehetett nevezni, méghozzá 5.-6. osztályosokat. Már érdeklődtek arról, hogy mégis milyen jellegű feladatokról van szó. Mi nem feladatlapot szeretnénk adni, hanem az egész osztályt megmozgató feladatot, ami lehet, hogy több időt vesz igénybe, de arra gondoltunk, hogy a kódolás hetén igenis mindenki, minél többen programozzanak, vagy legalábbis foglalkozzanak ezzel. Úgyhogy tényleg egész osztályt megmozgató feladatot fog kapni az, aki erre regisztrált. Egyre többen vannak, de biztatlak benneteket, hogy regisztráljatok erre, nem kell megijedni, nem kell tőle félni, nem egy megoldatatlan dologról van szó. És akkor még egy-két szó, talán az belepér, és közben kérdezhettek is. A Mobility Győr Digitális Élmény Központról azt kell tudni, hogy a Programozd a Jövőd keretein belül egy pályázatnak köszönhetően indult, volt egy tesztüzemünk, voltak nyári táboraink, ahol iskolai csoportokat fogadunk, meg vannak határozva ez a honlapunkon, méghozzá a Mobilis honlapján, hiszen annak a része vagyunk mi is, megtalálható, hogy melyik megyékből fogadjuk az iskolákat, hiszen őnekik biztosítjuk az utaztatásukat is ingyenesen, de más területről is várunk mindenkit szeretettel, csak ott az utat azt meg kell oldani az adott csoportnak. 90 perces foglalkozásaink vannak, az első osztálytól, tehát 6 éves korosztálytól 18 éves korig várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel. A foglalkozásunkkor az osztályt általában két részre osztjuk. Az egyik része bemegy a foglalkoztatóba, ott már programozással foglalkozik, a másik részben pedig különböző eszközöket, robotokat, virtuális valóságot, kiterjesztett valóságot, 3D nyomtatót, okos otthont vizsgálhat meg a vezetésünkkel. Majd ugye, ha eltelt egy kis idő, általában ez 40 perc, akkor helyet szoktak cserélni a csoportok, és mégis az a célunk, hogy mindenki eljusson mindenhova, mindenki kipróbálhasson mindenfélét. A látogatáshoz jár egy ingyen ebéd is, illetve szakköröket is tartunk, és a kódolás heténre is nagyon-nagyon készülünk, úgyhogy kérlek benneteket, minél többen jelentkezzetek a versenyünkre. Van-e esetleg valakinek valamilyen kérdése, hogy valami nem volt teljesen tiszta, mert ugye mindig az ember gondolkodik azon, hogy az én fejemben benne van, és nekem, mivel láttam, olvastam, tudom, hogy miből állt, és nem biztos, hogy úgy adtam át esetlegesen, hogy valami nem volt érthető. Az eseményeket mi is regisztráltuk a kódolás hetének Codewik honlapján, tehát ezek ott megtalálhatóak, de a saját honlapunkon is. Van Facebook csoportunk, ahol meg szoktuk osztani például a táboros élményeinket, illetve az, hogy mi történik a központban. Akkor kérdés. Én is köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és itt voltatok. És igen, Zsuzsának teljesen igaza van, hogy ezek mindig ötleteket adnak, de pedagóguson múlik, hogy az adott csoportját, osztályát ismerve, a gyerekeket ismerve, a tantárgyához hogyan fogja ezt hozzá kapcsolni, céljaihoz hogyan fogja kapcsolni, tehát tényleg ezt tovább kell gondolni, és szerintem megoldható a gyerekek között.
hiszen tényleg digitális eszköz sem kell hozzá.